Jó, most ebben leszek. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a Fantasy Február AU összegző videóm lesz, közben kb. Megvágott papírt, na mindegy. Sikerült teljesítenem a bingó táblát, amit majd ide bevágok, vagy valamelyik oldalra majd bevágok, és kipipálgatom rajta a dolgokat. És a lényeg az, hogy gondoltam, hogy ha már volt egy TBR videó ehhez a readathonhoz, akkor, amit egyébként ide be is linkelek, akkor csinálok hozzá egy összegző videót is, miután sikerült teljesíteni, és legnagyobb meglepetésemre tényleg el tudtam olvasni annyi könyvet, amennyi be volt tervezve, illetőleg minden ponthoz egy könyvet, és még ezen felül is olvastam könyvet a hónapban, úgyhogy most nagyon-nagyon jól haladok ezzel az olvasás... mindenféle olvasással. Nézzük is, hogy milyen könyvekkel és melyik pontokat teljesítettem a Fantasy Februárhoz, annyira a könyvekről nem fogok beszélni, azt majd az összegzésben meghagyom. A Wings of Fire sorozat 5. része a The Brightest Night, ezt hangos könyvként hallgattam, de azóta megkaptam, vagy megérkezett. És annyira szépek. Nos, ez volt az a könyv, amivel körülbelül a legtöbb pontot ki tudtam ütni kb. Ez ugye a női szerző pontot. Mint hogy ezt olvastam elsőnek, először ez pipálta ki a női szerző pontot, de amúgy két darab, nem, három darab könyv volt a listából, amit férfi szerző írt, szóval az összes többi női szerzőt pipálta volna, de ez volt az első könyv, úgyhogy ez pipálta az első pontot. Illetőleg, mivel Tuiti Sutherland venezuelai szerző, és erről van a Brangolás Amerikában videóm is, ezért a nem angol száz szerző pontot is vele pipáltam ki. Ennek a történetnek ugye sárkányok, a főszereplői szinte ember alig van benne, úgyhogy kipipáltottam vele a nem ember főszereplő pontot is. Ez így nagyon repetitív, na mindegy. Na és ugye még a kisállat túléli és a sorozatzáró kötetre írtam föl ezt a könyvet, de végül ezeket inkább mással pipáltam ki. A kisállat túléli az egy olyan pont volt, hogy belefutottam abba, hogy ebben a kötetben nem az a kisállat szerepelt nagyon, mint az előzőekben. És ahelyett a kisállat helyett, ami egy lajhár volt, ebben az egyik sárkánynak egy ember volt kvázi a kisállata. De túlélte, szóval gyakorlatilag kipipálhatta volna azt a pontot is, de így elég furán jött ki. De gyakorlatilag ebben a könyvben kisállatként lehetett rá tekinteni. Na mindegy, hogy inkább ezt a két pontot mással teljesítettem. Majd mindjárt rátérek, hogy mivel, szóval ez a három pont volt az, amit a Brightest Night pipált ki a bingo tábláról. Ezek után a legtöbb pontot igazából így konkrétan a The House of the Cerulean Sea-vel teljesítettem, ugyanis ez 4 vagy 5 promptot is teljesített nekem. Egyrészt a BookTube ajánlotta, ugyanis Zsófinál láttam először ezt a könyvet, és miatta olvastam el, és nagyon örülök, mert egy nagyon jó könyv volt, és lassan lesz belőle a magyar is. Ez a kötet az LMBT pontra is jó volt, a kisállat túléli végül ez lett, mert ebben van egy macska, és végig benne van a macska, és túléli a macska, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor inkább ez teszem hozzá ezt a pontot. Illetőleg, mint megtudtam, ez a könyv, én valamiért azt hittem végig a fejemben, hogy egyrészt ez egy rövidebb és egy ifjúsági kötet. És mint kiderült, nem, egy átlagos hosszúságú könyv és amúgy felnőtt kategória, ami kicsit meglepett, de nem gáz, mert így ezt a könyvet rá tudtam húzni a más korosztályra. Úgyhogy azt is ezzel teljesítettem. Igen, ez volt még a díjra jelölt kötetem. Mert szerintem itt van több könyv is, ami volt díjra jelölve, de nem baj, ez volt az első. És akkor így ezt az 5 pontot végül is ezzel a könyvvel teljesítettem. A következő legyen akkor a Cinder Marissa Meyer-től, ami a Hotbelly Krónikák első része. Erről vlogoltam is, mikor olvastam. Ezzel már csak 2 promptot tudtam kiütni. Az egyik a retelling volt, ugyanis ez egy hamupipőke újramondás, és a másik pedig a zsánerkeveredés volt, bár a zsánerkeveredésre lehet, hogy az emlékek őre jobb lett volna, de már mindegy. Igazából aminek engem meglepett, hogy ez a könyv inkább volt science fiction, mint fantasy még az első kötetben, de rajta volt a fantasy címke, úgyhogy beszámítom annak, túl sok fantasy elem egyelőre nem volt benne. Aztán volt némi változtatás a TBR-hoz képest, ugyanis
Magyar szerzőnek végül nem azt olvastam, ami be volt tervezve, nem az Éjkaput, hanem Huszti Gergelytől a Mesterrabok viadalát. Ennek amúgy vicces a sztoria, mert megkaptam recenzióban e-könyvben a Cicerótól. Aztán apa azt mondta, hogy de ez nekünk kell, mert hát milyen szép már. Ez kell az első rész mellé fizikai példányban, úgyhogy megvette. Úgyhogy megvan recenzióban is, meg rendesen is már, mint e-könyvben, recenzióban, meg rendesen. Na, és ez a könyv nagyon, nagyon jól jött, mert nem volt minden ponthoz könyvem. A térképes ponthoz nem volt könyvem, és hát mit ad? Mit ad az ég? Ebben a könyvben bizony van térkép, úgyhogy erre nagyon jó volt. Másrészt sorozott zárókötetnek akartam beszámítani még a Brightest Night-ot. De technikailag utána még van 10 rész elvileg a sorozatban. Az egy dolog, hogy egy szakasz zár le. De ez viszont a Mesteralvók hajnalának a második része, és egyben az utolsó része, mert ez egy duológia, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, mert ezzel így a sorozat záró rész is teljesítve lett, és nem egy újraolvasott más könyvvel pipáltam ki ezt a promptot, hanem ténylegesen egy elsőre olvasott könyvvel, amivel ráadásul még ugye a magyar szerző pontot is teljesítettem. Az emlékek őre, csak mielőtt elfelejtem, mert kettő könyv ugye nincs nálam, mert nem fizikai példányban olvastam őket. Az emlékek őre egyetlen egy pontot pipált ki, ami a rövid könyv per novella pont volt, mivel hogy ez egy hát kiadás függő, hangos könyvben hallgattam, úgy 4,5 óra körül volt, és ehhez képest az eddigi hangos könyvek, amiket hallgattam, azok 12 órások voltak, szóval negyed annyi, hanem harmad annyi volt ez a könyv, úgyhogy abszolút jó volt rövid könyvnek. Egyébként ez lett volna a másik, ami még jó a zsenek keveredésre, ha nem számítottam volna benne ki a Cindert már. Ebben talán sokkal több zsener keveredik, mint a Cinderben, és a fantasy része is jóval feltűnőbb, de már mindegy, mert addigra papíralapú bingómon már kiszínezgettem a rubrikát neki pirossal, úgyhogy addigra mindegy volt. A képregényt végül nem a Percy Jackson újraolvasással pipáltam, teljesítettem, hanem szintén a Cicerótól, miért Cicerót akarok mondani, megkaptam recenzióba a Nimónát, a képregényt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök neki, mert ez egy annyira szép kötet, és legalább így most nem a Percy Jackson és a Szörnyek tengerét olvastam újra már nem tudom hanyadjára, hanem ez egy teljesen új sztori volt, és tényleg nagyon szép, nagyon vicces, nagyon jó kis történet volt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy végül ez lett a képregény promptra a teljesítésem, és nem a Percy Jackson, mert hát jó, nyilván szeretem, de ez legalább új volt. És a legeslegutolsó pontot, ami az 500 plusz oldal, az ez a kötet teljesítette nekem, és ez egy 504 oldalas kötet az Alkimista lányának különleges esete, amit a Metropolis Media kiadótól kaptam. És most nagyon jól jött ehhez a kihíváshoz, mert nagyon más 500 plusz oldalas könyvem nem lett volna. Ez volt a bingo záró kötetem, ami csak egy pontot pipált már így, mivel az összes többit, amit ez tudott volna teljesíteni, már teljesítettem mással előtte. Szóval, ugyan félvel indultam neki a TBR összeállításom után ennek a Fantasy Februárnak, sikerült teljesítenem. Ez most nekem hatalmas nagy öröm, mert még egyrészt sose vettem ugye részt Readathonon, és ez most teljesen jó élmény így, hogy sikerült teljesítenem, úgyhogy ha lesz még valamilyen magyar szervezés, akkor lehet megint részt veszek. Könyvkemping. Ez lett volna akkor a Fantasy Február Readathon bingo összegzése. Kommentben írjátok meg, hogy ti részt vettetek-e ezen a Readathonon, és ha igen, akkor hogy sikerült a teljesítés, sikerült-e, nem sikerült akármi, vagy mivel teljesítettetek milyen pontokat. És Zsófit ide be fogom linkelni a bejelentő videóját. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!